Köszöntöm Önöket! Sebes György vagyok a hírekkel, ez a heti TV híradója. Főbb híreink. Jó volt az árvízi védekezés, de a készültség még tart. Brutálisan hatékonynak nevezte a miniszter az infláció elleni kormányzati intézkedéseket. Maga biztos az izraeli kormányfő és nem tart polgárháborútól. 4 napos fesztivállal ünnepelték az állatkert 157. születésnapját. És most a részletek. A kormány nagyra értékelte a vízügyi igazgatóságok munkáját az árvízi védekezésben. A miniszterelnökség illetékes államtitkára szerint ez annak köszönhető, hogy időben felkészültek a kialakuló helyzetre, és jól együtt is működtek a katasztrófavédők, a vízügyi szakemberek, a polgármesterek, valamint a rendőrök. György István utalt rá, hogy eredményesen hasznosították a 10 évvel ezelőtti árvíz idején megszerzett tapasztalatokat. Kiemelte, hogy a korábbi nagy árvízhez képest negyed annyi idő alatt sikerült kiépíteni a védvonalakat. Az előző hét utolsó napjaiban a Magyarországtól nyugatra lehulló özönvízszerű esőzések indítottak el komoly árhullámot a magyarországi folyókon. A legveszélyesebb helyzet a Dráván alakult ki. Dráva Szabolcs térségében 31 települést kellett megóvni, méghozzá hosszú időn át, ugyanis elhúzódó tetőzésre készülnek. A gátakat mindenütt megerősítették, miután arra számítottak, hogy a víz szintje meghaladja az 51 évvel ezelőtt mért rekordot. A Duna Budapestnél kisebb árhullámmal vonult le, és szerdán már lassú apadásnak indult. A magyarországi szakaszon sehol sem kellett készültséget elrendelni. A többi folyón már nem ennyire kedvező a helyzet. A Rába Győrnél tetőzött, és a vízállás elérte a rakpart alsó szintjét. A Rába, a Mura és a Dráva mentén is több olyan település van, ahol az önkormányzat védekezik, mert nincs állami védvonal. A Sajón már levonult az árhullám. Szlovéniában változatlanul súlyos a helyzet. Továbbra is több mint 10 000 ember él mindentől elzárva, közúton szinte megközelíthetetlen területen. Oda helikopterrel viszik a segélyszállítmányokat. Ebben közreműködik az Ökumenikus Segélyszervezet is. Mintegy 8 000 embernek kellett elhagyni a lakóhelyét, őket ideiglenes szállásokon helyezték el. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Ljubljanai látogatásán bejelentette, hogy Szlovénia az idén 100 millió, jövőre pedig 300 millió eurót kap az Európai Unió szolidaritás alapjából az áradások következményeinek kezelésére. A szlovén turisztikai hivatal arra hívta fel a figyelmet, hogy akik az országba készülnek, előtte tájékozódjanak, mert sokfelé katasztrofális helyzet alakult ki a viharok és az áradások következtében. Itthon a múlt hétvégi vihar után több mint 20 000 kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz. A Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője elmondta, hogy a társaságok 4,5 milliárd forintot különítettek el a károk rendezésére. Arra számítanak, hogy az átlagos összeg 220 000 forint körül alakulhat. Lambert Gábor emlékeztetett rá, hogy a 3 viharos nap nagyobb kárt okozott az országban, mint 2018-ban a teljes vihar szezon. A biztosítók minél gyorsabb kárrendezésben érdekeltek, éppen ezért sok esetben azt is elfogadják, ha fényképfelvétellel bizonyítja az ügyfél, mi is történt, milyen kárt okozhatott az ingatlanban az időjárás. Brutálisan hatékonyak, így jellemezte a gazdaságfejlesztési miniszter az inflációt mérséklő kormányzati intézkedéseket. Nagybárton megerősítette, hogy akár már októberre ezt számjegyűre csökkenhet a pénzromlás mértéke. A miniszter azután nyilatkozott, hogy a központi statisztikai hivatal közölte, júliusban a fogyasztójárak emelkedésének üteme 17,6%-a haladta meg az egy évvel ezelőtti szintet. Ugyanakkor a fogyasztójárak még némileg emelkedtek, viszont az élelmiszerek átlagosan 0,9%-kal lettek olcsóbbak. Nagymárton úgy vélte, a kötelező akciózás és az árfigyelő rendszer
hatékonyan és sikeresen működnek, mert szavai szerint öldöklő versenyt indítottak el az élelmiszerkereskedelmi piacon. Az infláció uniós átlaga egyébként még mindig a negyede a magyarországinak. Az ukrán külügyminiszter jelezte, hogy országa esetleg elfogadná, ha Kína közvetítene a háború befejezése érdekében. Dmytro Kuleba döntő és pozitív üzenetnek nevezte, hogy Peking képviselője részt vett a múlt hét végén a szaúd-arábiai Dzsiddában tartott békekonferencián. Mint mondta, nem várnak hirtelen fordulatot a Moszkva kiemelt diplomáciai partnerének tartott Pekingtől, de nagyon fontosnak tartják, hogy szavai szerint Kína a béke és Ukrajna területi integritása mellett maradjon. A külügyminiszter előzőleg kizárta, hogy közvetlenül tárgyaljanak az orosz elnökkel, de elképzelhetőnek tartotta, hogy harmadik fél bevonásával egyeztessenek. A bukott amerikai elnök szerint segíti ambíciói érvényre jutását, ha a vádat emelnek ellene. Donald Trump kijelentette, ez biztosítaná, hogy győzzön a jövő novemberben esedékes elnökválasztáson. A 77 éves politikus ártatlannak mondta magát az ellene felhozott vádakban. Legújabban azért fenyegetik perrel, mert az előző választás után akadályozta a hatalom átadását a győztes Joe Bidennek, ráadásul tudatosan hazudott a választás eredményéről, és ezzel kezdeményezője volt a kongresszus épületében történt zavargásnak. Április óta ez már a harmadik bűnvádi eljárása volt elnökkel szemben. Az ügyészség egyébként azt tervezi, eltiltja Trumpot, hogy beszéljen az ellene legutóbb megindított vádeljárás részleteiről. Az izraeli kormányfőt egyelőre nem készítik meghátrálásra az utóbbi időben sorozatosan ismétlődő tüntetések. Sőt, azt is kijelentette, országa stabil, sikeres és demokratikus lesz. Benjamin Netanyahu közölte, hogy végigviszi az igazságügyi reformot, amelyet ugyan a Knesset már megszavazott, de emiatt újabb tiltakozási hullám indult. Úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy szétszakad az ország, és netán polgárháború fenyeget. Amit most látunk, mondta, az a természetes konfliktus két ellentétes nézet között, amelyek még nem egyeztek meg, de megfognak. A miniszterelnök egyébként a Bloombergben nyilatkozott, miután a hazai médiával lényegében nem áll szóba, mióta elkezdődtek a demonstrációk. Nigerben továbbra is feszült a helyzet, miután a pucsisták semmilyen ultimátumot nem hajlandók teljesíteni. Márpedig a nyugat-afrikai országok ismét arra szólították fel a hatalmat átvevő katonai vezetőket, hogy állítsák helyre a demokráciát és helyezzék vissza a tisztségébe az őrizetbe vett államfőt. A korábbi hasonló fenyegetés hatására a pucsisták lezárták az ország légterét, és közölték, hogy a nép mögöttük áll, ők pedig megvédik az ország területi egységét. A Nigerrel szomszédos öt ország között Mali és Burkina Faso vezetése üdvözölte a pucsot, és támadás esetére segítséget is ígért. A két országban egyébként korábban szintén a hadsereg ragadta magához a hatalmat. Niamelyben tárgyalt az amerikai külügyminisztérium politikai ügyekért felelős államtitkára. Victoria Nuland közölte, javaslatokat tett az alkotmányos rend helyreállítására, de hozzátette, nem biztos benne, hogy ajánlatait megfontolják. Romániában a kormányfő kilátásba helyezte lemondását, ha a koalíciós partnerei, a liberálisok nem fogadják el pénzügyi javaslatait. Marcel Ciolacu reformcsomagot állított össze az állami kiadások lefaragására és a költségvetési bevételek növelésére. Amennyiben beváltja fenyegetését, akkor előrehozott választást kell tartani, majd viszont egyik politikai erő sem szeretne. Ciolacu csak nemrég lett miniszterelnök, miután a koalíciós egyesség értelmében a liberális párt vezetője átadta a kormányvezetését a szociáldemokrata párt elnökének. Azóta viszont jobbára viták jellemezték az együttműködést. Ciolacu elismerte, hogy a jövő évi állami költségvetés tervezésénél túlbecsülték a bevételek növekedési ütemét, de azt is közölte, ez nem pártja hibája.
Itthon már jelen van a koronavírus legújabb variánsa, közölte a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének igazgatója. Boldogkői Zsolt elmondta, az ERIS tünetei nem annyira súlyosak, mint a korábbi variánsoké, de gyorsabban terjednek, mint az egyébként is gyors Omikron variánsok. Hozzátette, a betegség kevésbé okoz komplikációt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közben azt közölte, hogy változatlanul nő a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja. Az emelkedés Győrben, Miskolcon, Pécsen, Szegeden, Szekszárdon és Zalaegerszegen mérték, míg csökkenés egyedül Debrecenben jelentkezett. Már a Viradóra megtartották a repülőtér éjszakáját Budapesten, a Ferihegyi Aeropark repülőmúzeumban. Az egyik fő látványosság az idén 66 éves IL-14-es utasszállító 1900 lóerős motorjának beindítása volt. Emellett pilótaiskolák települtek ki a helyszínre, ahol szakavatott oktatók bemutatták, milyen út vezet a vitorlázó repülőgépektől a mai nagy utasszállító pilótafülkéjéig. Külön standon fogadta a vendégeket a Hungarokontroll, ahol a légiforgalmi irányítás kulisszatitkaiba avatták be az érdeklődőket. A különleges repülőtéri járművek mellett óriási hómarókat, hótolókat és két jégtelenítő járművet is láthattak a résztvevők, és megmutatták, hogyan jégtelenítik a felszállás előtt a hideg, csapadékos téli hajnalokon az utasszállítókat. A Fővárosi Állat és Növénykertben ma zárul az a négy napos eseménysorozat, amelyet fennállásuk 157. évfordulójára szerveztek. A fesztiválon családi programokkal, koncertekkel, filmvetítéssel várták a látogatókat szerda óta. A mai műsorban szerepel Bio Eszter családi, interaktív koncertje, a Veronika zenekar és a Kiskalász zenekar fellépése, este pedig a Stereo Sing és Szűcs Gabi Gatsby partia. A születésnapra különleges tortával készültek, amelyet a növényevő állatok, de emberek is fogyaszthattak. A tortát szerdán a főbejáratnál vágták fel. A Fővárosi Állat és Növénykert a világ egyik legrégebbi állatkertje. 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit. És újra itt az igazi nyár. Napos idő várható, többnyire kevés gomoly és fátyol felhővel. Általában nem lesz csapadék, a légmozgás is mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között alakul, estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. Az ígéret szerint a jövő héten visszatér a kánikula. És eddig tartott a híradó. További információkat találnak két honlapunkon, a hetitv.com és a braerpress.com portálon. Köszönöm figyelmüket!